Üdvözöllek a 6. videoblogomban, ahol egy új nézőpontból fogom megmutatni az egészséges életmód fogalmát. Elterjedt nézet, hogy az egészségünk szempontjából meghatározó a genetikánk, vagyis hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, az később meghatározza, hogy milyen lesz az életminőségünk, betegségekre való hajlamunk. Ez igazából a tehetetlenséget, ezt örököltem, nincs mit tenni hozzáállást erősíti. Valóságban azonban az életmódunkkal és a környezeti feltételeink tudatos megválasztásával nagyon is sokat tehetünk az egészséges, hosszú élet érdekében. És melyek azok a területek, ahol be tudunk avatkozni? Ezzel foglalkozik az epigenetika tudománya. Az epigenetikára az egyik legjobb hasonlat, amikor a számítógép működését vesszük alapul. A számítógép hardverét, alkatrészeit tekintjük a sejtmagi DNS-ünknek, és a számítógép szoftverét, a programokat az epigenetikai módosításoknak. Ezek fogják szabályozni azt, hogy a hardware lehetőségeiből éppen melyiket használjuk ki, vagy éppen kapcsoljuk ki. Másképpen fogalmazva, a hardware manipulálható a szoftverrel. Tehát az öröklött DNS vagy hardware csak részben határozza meg az életünket, legalább ilyen fontos, hogy milyen szoftvert futtatunk, milyen környezeti tényezők hatnak ránk, melyek hatottak a szüleinkre, nagyszüleinkre is. Ezek összességében adják a minden emberre egyedileg jellemző epigenomot. És az egyén életvitele során kialakult epigenetikai mintázatot tovább is lehet örökíteni. Érdekesség, hogy az egypetélyű ikrek azonos genetikával és epigenommal jönnek világra, azonban idősebb korukban mérhető változások lesznek az epigenetikájukban, attól függően, hogy milyen életvitelt folytattak. Az epigenetikus öröklődés kémiailag is nyomon követhető, a DNS-szál úgynevezett metilációs mintázatában és a DNS szerkezetét alakító hisztonfehérjék módosulásában. Ezek az apró módosulások nem változtatják meg a DNS-ben a bázispárok sorrendjét, tehát a hagyományos értelemben vett genetikánkat, viszont hatással vannak a fehérjeink kiíródására, a génjeinkre, kibekapcsolhatják őket, felerősíthetik vagy csendesíthetik a funkciójukat. És melyek azok a környezeti feltételek, amelyek tudatos megválasztásával beavatkozhatunk? Az előző videóban már beszéltem róluk, ilyen a fénykörnyezet, a táplálkozás, a mindennapos stressz, sport, ezen kívül a környezeti mérgek, toxinok, alkohol, dohányzás, vagy a minket körülvevő elektromágneses tér, föld mágnesessége, stb. Stb. Tehát rengeteg ilyen apró tényező van, valamelyik többé, valamelyik kevésbé számít. A fehérjeink térszerkezetének négyféle rendeződési szintjét szokták megkülönböztetni, tehát van elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezet, melyek közül az első kettőt határozza meg a sejtmagi DNS, a finom hangolást, vagyis a harmadlagos, negyedleges szerkezetet a környezeti tényezők befolyásolják. A korábbi videóban már említett mitokondriumok egyfajta környezeti érzékelőként is viselkednek, és ők közvetítik a környezetből érkező jeleket, információkat a sejtmagi DNS felé. Ezért is lenne nagyon fontos odafigyelni az ő megfelelő működésükre, hogy optimálisan tudják feldolgozni ezeket a környezeti információkat, és megfelelő válaszokat adjunk rá. Az epigenetika fogalmából következik, hogy betegségünk van, akkor nem bennünk van a hiba, hanem a környezetünk defektes, és erre reagál a szervezetünk, ahogy reagál. A vándormadarak egész egyszerűen arrébb mennek, hogyha az adott környezet nem biztosítja számukra az életben maradás feltételeit. Ehhez hasonlóan az ember is igazából tudatosan tudná befolyásolni a saját egészségét. Tehát ha van egy környezet, amely összességében a hatásait tekintve megbetegített minket, akkor ugyanabban a környezetben nem tudunk meggyógyulni, csak is ha változtatunk valamelyik tényezőn. Ez egyéntől függően más és más lehet, valakinél a fénykörnyezetet kell rendbe tenni, van akinél a táplálkozást, van akinél a mozgási szokásokat, a stressz kezelést, vagy a elektromágneses környezetet, vagy mindezek kombinációi. Összességében azt javaslom, hogy vizsgált felül, milyen környezeti hatások érnek nap mint nap, vagy akár a felmenőidet, milyen környezet vette körül, és ha nem érzed 100%-osnak magadat, akkor változtass azon a faktoron, amelyiken csak tudsz és lehetséges, a saját érdekedben és a utódaid érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem találkozunk a következő videóban is, további jó egészséget kívánok!